Sziasztok, ez itt a heti elő még brutós verziója, immáron a 184. epizódjával. Nagyon jó részt láthattunk, az izgalom ugyanis jócskán elszabadult benne. Feltűnt az áruló Ao, aki jócskán árasztotta magából a Terminátort, és olyan eszközöket vetett be, amik nagyon meg tudják változtatni innentől a Narutónak a világát. Katasuke-nak az új öltözéke tényleg poénosnak számít, de amit tud ez az öltözék, az tényleg nagyon hatásosnak számít. Az effektek lenyűgözőre sikerültek, és ismét kaptunk olyan jeleneteket, amik bizony nagyon brutálisak voltak. Mugino Obitónak az áldozatát idézte, míg maga Konohamaru majdnem meghalt. Code féltékenységet produkált, és láthattuk, hogy Kawaki immáron a közelben van. Az első jelenet sajnos visszafogottabban mutatta Akitát, mivel a melmérete is lecsökkent, bár a stílusa ezúttal is megvolt. Mivel megemlítették, hogy Sumire-nek itt már nincsen dolga, érdekes volt, hogy nem tartott Boruto-ékkal. Erősítésként is segíthetett volna, elvégre a Nue nem kispályás lény, sőt, ezzel megnézhettük volna, hogy Sumire mennyit változott a harci oldaláról. Amikor Sarada megemlítette, hogy Boruto el tudta nyerni a tudós nőknek a kegyét, hitelesnek számított, hiszen a fiú gyerekek nagyon el tudják varázsolni a nőket. Azonban a készítők ebből nem sokat adtak, így kapnunk kellett volna erre egy jelenetet. Amint Katasuke megjelent a mechanikus öltözékében, egyből Uraraka juthatott az eszünkbe a Boku no Hero Akadémiából. Látni benne a vígjátékot, ám az öltözék ábrázolása kitűnő lett. A kutyánk most is magára tudta hívni a figyelmet, de ezúttal nem a fogaival, hanem a tekintetével, és olyan volt, mintha a készítők szándékosan adtak volna ilyen emberi arcot neki. Sajnos találkozhattunk közepes arcokkal a távolabbi jeleneteknél, és akkor is, amikor megközelítették a léghajót, ám a hangulat folyamatosan emelkedett. Jó volt, ahogy Katasuke reagált a léghajónak a műszereire, és mivel le volt nyűgözve, Konoha véletőleg még nem tudna ilyen léghajót építeni. A bábok elhelyezése arra utalt, hogy Konohamaruék többet harcoltak velük, mint amennyit mi láttuk. De mihest elkezdődött a küzdelem Borutóékkal, úgy jöhetett le nekünk, hogy ők jobban bírták a strapák, mint a felnőttek. A bábok hangeffektjei káprázatosak voltak, és olyan hatást keltettek, mintha földön kívüliek lennének. Amikor Boruto a villámjával támadott, árnyékossá vált az animáció, ami így spórolásnak számít, de amint a villámok elkapták a bábot, a látványminősége megnőtt. Sarada és Mitsuki támadásánál szintén spórolást láthattunk, mert nem mutatták, ahogy a jutsuk létrejönnek, és csak azt láttuk, ahogy már becsapódnak. Viszont a szél és a tűzefekt is káprázatosra sikerült, míg Saradának a póza teljesen azt adta át, amikor a Storm 4 játékban beadja az egyik legerősebb támadását. Mivel Sakura a Sasori elleni harcban képes volt széttörni a bábokat, Saradának is így kellett volna tennie, de úgy tűnik, hogy a készítők megfeledkeztek a hősnőnk testi erejéről. A tűzlövések, amelyeket a bábok lövöldöztek, nagyon jól sikerültek, és jó tömény lángot láthattunk, ráadásul külsőleg az öngyújtó lángját képviselték. Ekkor a tűzerőnek igazából még a fedezéket is el kellett volna intéznie, mert amikor Harry a sárkány tüzével találkozott a kőhöz bújva a Harry Potter 4-ben, a kő még füstölgött is. Izgalmas volt rájönni arra, hogy ezek a bábok ninjateknek számítanak, de gondolhatunk rájuk robotokként is, hiszen véges a tartalékuk, ráadásul saját energiával rendelkeznek. Katasuke elszívó ninjatekjénél lehengerő látványt láthattunk, de érdekesség, hogy a Boruto mangában sötétnek jellemezték a köröket, ezzel szemben az anime élénkebb megjelenést csinált. Ahogy a tűz elszívódott benne, egy effektvihar kerekedett ki, ráadásul az árnyékolások is zúgtak, illetve a bábok is egyre nagyobb rajzolást produkáltak. Furcsán jött ki, hogy Borutóék szét tudták törni a bábokat, miután azok már kiütöttek, hiszen azelőtt még a tüzet is kiállták. Code valóban megtámadta a Jigente, arra nem tértünk ki, hogy miért tette ezt. Olyan volt, mintha ez szokás lenne kettőjük között, vagy Code ilyen furán tréfált. Jó ábrázolást kaptunk náluk, de amint megjelent Delta, egyből elrabolta a figyelmet. Pompás lett, hogy ő megőrizte az idomait, és érezhetően kötekedett Kóddal. A hősünk véletőleg Jigennek a figyelmére vágyik, amit valamiért nem kap meg tőle teljesen, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lehet igazából Kódnak a célja. Jó, hogy a kutya vezette el a hőseinket Konohamaruékhoz, elvégre ezzel kaphatott egy kis szerepet, míg Mugino sebesült állapota sajnálható lett. A vér ezúttal se lett eléggé piros, de hát a hősünk tekintete elárulta, hogy eléggé nagy bajban van. Az, hogy Katasuke megtudta, hogy őt irányították, nem lett meglepő, és bizonyára ezért akar még inkább bizonyítani. De az eléggé érdekes volt, hogy azt gondolja, ellopták tőle a ninjatek receptjét, és az ellenség ezért tetszett ilyen technikai fejlettségre. Azonban erre még a Boruto manga jelenlegi történései se tértek ki, így nincs elmondva, hogy a Kara tényleg ellopta-e a titkot a tudósunktól.
A barlangos jelenet veszélyes csatát adott nekünk, és amint megjelent Ao, az ábrázolások is megnőttek. Ismét óvodás jellemzéssel éltek párszor Saradánál, és kár, hogy nem használta a gránátjait, mert jól jött volna, hogy meglépjenek. A gépfegyver megjelenése nagyon jó ábrázolással történt, hiszen nagyon fémes hatása volt, és amint elkezdte szórni a tűzgolyókat, képes volt a jelenet megidézni nekünk az utolsó Szamuráj című filmet. Ahogy ott is meghökkentő volt gépfegyvert bevetni a szamurájok ellen, itt is az lett, ilyen fegyver ugyanis még nem volt a Naruto világában. A lövedékek minősége nagyon jól nézett ki, hiszen felmorzsoltak mindent, amit csak értek, Katasukének az újabb elszívása pedig tömény tűzeffektet adott, ahogy a tűz szinte ráragadt erre a dimenziószerű körökre. Konamaru tekintetét megvilágította a Rasengannya, ami csodás lett, és az is, ahogy a technika a gépfegyverhez ért. Borutónak a Rasenganos jelenete azonban már spórolással történt, hiszen ismételten nem mutatták a technikának a létrejöttét, illetve a hősünk szállása is visszafogással lett a képernyőn. Ao sebessége elég gyors volt, hiszen a hősünk nem tudták követni a mozgását, és mivel egyből tudta használni az elszívót, gyakorlatias lehet a ninja tekkekkel. Kiderült, hogy a teste teljesen át van alakítva különböző fegyverekkel, így a hősünk igazából már kiborg ninjának számít. A rejtett lövés ijesztő sugarat eredményezett, és benne lehetett a pakliban, hogy Konohamarut itt írják ki a történetből, csak meggondolták magukat az alkotóik. Muginónak az ölelése C16-ot idézte a DBZ-ből Cell ellen, ennek köszönhetően pedig akár fel is robbanthatta volna magát egy jó jutsuval. Ao újabb bármányos támadása hatalmas brutalitást adott, mert mutatták, hogy a sugár átdöfte Muginót, és csak a vérszíne volt visszafogva. Eléggé elszabadultak az érzelmek a meneküléskor, ráadásul a barlangnak a beomlásakor Obito önfeláldozására utaltak, és mindkét esetben ninja befolyás miatt omlott be a barlang. Reméljük, hogy jobban meggyászolják majd Muginót, egyelőre ugyanis elég könnyen túltettek rajta. A látvány Saradáiknál is megnőtt, de amint kiderült, hogy Ao igazából életben van, Ao-nak olyan volt a megjelenése, mintha mennybe ment volna. Olyan világos és üdefényt kaptunk, ami tisztává tette a hősünket, nem beszélve a Terminátor érzésről, hogy nem könnyű őt elpusztítani. Kawakimmáról jelezte, hogy a közelben van, és ugyancsak hátulról mutatták a hősünket, de hát így is látszott rajta, hogy jó rajzolással készült. Várjuk, hogy mikor lendül akcióba, és azt is, hogy melyik oldalra fog állni. Ha nektek is lehengerlő volt Katasukénak az elszívója, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nektek jó irány a Terminátor ninja lehetősége. A következő részben Borutóék letörnek Muginónak a halála miatt. Szomorú hangulatra számíthatunk és a bosszú érzetére, meg kell védenünk a teker USB-t, és ehhez kell egy jó terv nekik, Kód és Delta pedig ismét játszik egy kicsit. De vajon mivel küzdhetnek Ao ellen? Kinehagyjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti még Borutós változat erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is elosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.